meghívtak a válogatottba, és 5. perc, jön a szöglet. Hát szerintem ilyen hétről álmodik mindenki. Tudtuk tetőzni még ezt. Mit reggeliztél? Válogatott meghívott. Hát végre fejbe rúgtak, mert már egy éve szerintem a rövidre érkezek, de még nem jött össze, szóval most minden összejött úgy tűnik. Szoktatok erről beszélni az öltözőben, vagy edzésen, vagy... Ezekről a szöglet variációk? Hát igen, szoktuk gyakorolni nyilván, de hát nem mindig engem rúgnak a röviden, de most a Bogesz úgy döntött, én meg én nyilván úgy érkezek mindig, hogy arra számítok, hogy oda megy, aztán most összejött. Nyilván a meghívó után, ezért ez ilyenkor mindig nagyobb figyelmet kap. Mi volt az első gondolatod? Vissza tudod idézni? Amikor befejelted? Fú, hát gondolatai nem volt a fejemben, ahogy csak öröm, tehát gondolatokat nem voltak, hát nyilván az nagyon felszabadított engem is úgy utána, főleg az első fél időben, szerintem ott jobban játszott, csak ott a másodikra ott kicsit magunkra húztuk őket, de hát azon változtatni kell, de az elsőben szerintem az jó hatással volt az akkora góla egész csapatra. Ugye ez a második NB1-es gólod volt. Emlékszem, hogy az elsőt kinek és mikor lőtted? Elég rég volt, de azért emlékszem pont. Pont ugyanígy pont a Diósgyőr ellen, mondjuk az valamennyire azért talán szebb is volt, meg ugye a 91. percben, tehát mondhatjuk, hogy fontosabb talán, bár ugye ez is most azért valamennyien szinte a győzelemről döntött, de azért az mindig emlékezetes van az elsőnek, de hát ez is azt hiszem, hiszen azért annyi gólnál nem járok meg ugye az én pozíciómba, nem is mindig ez határozza meg, hogy játszok. Minek tulajdonítod, hogy ez történik most veled? Hát ez a szezon kezdett, hogyha ha megkérdeztetek volna nyáron, akkor szerintem ilyen álomszerű lett volna, hogyha tényleg ezt mondom, hogy ilyen jól tudunk rajtolni. Ugye az első három fordulóban még nem is, de most utána a csapatnak is jól ment a játék, meg én is azért olyan teljesítményt tudok nyújtani, amit úgy elvárok magamtól. Főleg ugye, így, hogy én vagyok a csapatkapitány, így szeretném még több felelősséget vállalni, de tényleg ez a gól, pedig most a váltott meg hívő után csak a habatortán nagyon örülök neki. Milyen érzésekkel mész majd telkiben? Így. Győztes meccs, gól. Hát nyilván az egy hatalmas öröm volt akkor is, meg most is azért... Mikor kell menni? Hétfőn kell majd menni, tehát jó érzés lesz így menni telkiben mindenképp, de azért szeretném ott is megragadni ezt a lehetőséget, hiszen ez egy hatalmas lehetőség tényleg, tehát már eléggé váratlanul élt engem, szóval szeretném megragadni, hogy ott tudjak maradni, és esetleg be is tudjak majd mutatkozni, hogyha arra kerül sor. Szóval nem szeretnénk most ezzel megelégedni, hogy itt az MTK-val győzelmeket tudtunk aratni, és elindult a szekér, hanem tényleg ezt szerintem még most rá kell rakni egy lapáttal is, és akkor nagyobb dolgok is jönnek. Három győzelem az elmúlt három fordulóban, ez mit jelent? Összeállt a csapat? Elkezdett működni valami, ami ugye az elején gyöcögősebb volt? Hát szerintem azért az első három meccsen is sokszor volt, hogy inkább mi szolgáltunk volna rá a győzelemre, például kaptunk az Etel, meg akkor szerintem kimondottan mi játszottunk jobban, de igen, valahogy ott kicsit kényelmesebbek voltunk talán, és ott, amikor a Kecsó ellen átlendültünk ezen, és behúztuk egy nullára kicsit szenvedősebb meccsen, ott változott meg valami, és ott kezdett el tényleg úgy a csapat egymásért játszani, szerintem ott érezte át mindenki, hogy itt az NBA-ben csak így fog meccseket nyerni, nem focikázva, olykor visszahúzódva, hanem tényleg harapni kell, menni kell egymásért, ott ez átfordult, és most ezt hétről hétre tudjuk tetőzni. Szóval nem biztos, hogy ilyen jókor jött ez a válogatott szünet, most ilyen jó formában vagyunk, de jó lesz így is elmenni. Még a válogatottról volt, hogy a nagy öregeket kikérdezted, hogy gondolok Németh Krisztiánra, Kádár Tamásra és Tibor Zoltánra, hogy mi várott rád, vagy adtak-e tanácsokat neked? Nyilván azért kérdezgettem, ugye a Demián Patriktól is, hiszen ő ugye most volt nemrég, hogy néz ki egész pontosan ez belőle, hiszen azért erre szerintem mindenki kíváncsi. Valamilyen szint azért, amikor 21-ben voltam, azért figyelgettem, hiszen mi is ugye telkiben voltunk, és sokszor néztem a felnőtt csapat edzéseit délután, szóval milyen szinten így közelről láttam ott a légkört, de azért belőle nyilván teljesen más lesz, de
de igen, nagyon kíváncsi voltam, és hát már nagyon várom, hogy bemesse.